Na, 10 másodperc is indulhat a dövölde. Egyébként nem tudom ki, hogy van vele, de engem még mindig zavar. Nem tudom, hogy a végleges verzió, hogy lesz, de most a bétában így van. Szóval engem zavar, hogy a hősöket így a különböző érák között így mixelik. Tehát, hogy így... Például itt is ugye klónháborúról beszélünk, aztán ehhez képest a hős az Han Solo meg Rey. Tehát, hogy így... annyira nem vagyok oda ezért a megoldásért. Tehát én jobban örülnék, ha mondjuk például, ha már klónháborús időszakról beszélünk, akkor mondjuk fiatal Obi-Wan lenne például, vagy Captain Rex. Tehát azért az így... Ajjaj, nem látok semmit, maradjunk fedezékbe. Hú, hát itt az officer ez igen jókor jött, mondom én. Mert azért valamennyit megmentett nekünk az életünkből, de... Ójjaj. Ha el is találnám, az még jobb lenne. Hogy? Ezt a turitot, ezt innen eltávolítottuk. Nagyon egyedül vagyunk itt, és itt még van valaki. Vagy egyedül nem sokra megyek. Na, úgy, valaki felvette a disruptort, nagyon helyes. Á, na és eddig bírtam. Megéri el Jet Trooper? Hát, nem tudom. Egyelőre én azt mondom, hogy nem. Aztán még meglátjuk. Ajjaj, nagyon nem állunk jól, mert... Tűnik, hogy... Igen, egy olyan Disruptort elvesztettünk. Ó, itt valami nagyon nem stimmel. Ó, de kevés életünk van. Így van. Gyere, gyere! Nem jön, nem jön. Ááááá, ne már! Nem sikerült leütnöm, ő ütött le előbb. Jaj. Fuki harcos. Aval is mehetnék. Igen, ezeket a különböző ilyen speckó katonákat, ezeket még gyakorolnom kéne. Általában mindig azon, hogy rámegyek egyre. És hú, most akkor ezt most jó kipróbálom. És így 10 másodperc múlva mindenki kiszed. Úgyhogy annyira nem vagyok ezekben még otthon. Na már! Ó, hogy onnan is lőttek. Jáj!
Jajjaj, nem állunk jól, nagyon-nagyon nem állunk jól. Na, viszont ezt még nem próbáltam ki. Lépegető. Kerek 3500 ponton van. Á, miért ne? Próbált megér. Egyébként nem tudom ezt mennyire vettétek észre, de egyik, hogyha a droidok oldalán harcoltok, akkor... akkor azért ajánlom mindenkinek, hogyha ilyen lépegetős jön szembe, akkor célozatok a rajta ülő klónkatonáról, is le lehet lőni a klónkatonát róla, így nem kell az egész gépet megsemmisíteni. Ilyen egy erős lövegeket lő. Azaz! Hát, csak sikerült valamit. Viszont... jaj, de nehéz ezzel ilyen terepen közlekedni. Oké. Okay. Basszus, és túlmelegedett! Na már! Na végre! Szabasz lépegetős társ! Átugrott rajtam, ezt hogy csinálta? És nem vette észre, hogy itt vagyok, jól van, nem baj. Hol van ellen. Kiküldtünk egy radar, de nem láttam. Az a radar, ez elég jó dolog. Milyen jó lehet ezzel szórni. Hoho. Ez igen jól jött. Oho. Ho-ho-ho-ho! Oké. Okay. Oké, okay, ez jó volt. Ez az. Oh-oh. Azt hiszem berobbantották a palotát. Úgyhogy nem sikerült a... Vel föl tudunk menni? Szerintem igen. Aha. Oké. Okay. Menjünk kis lépegetővel itt a...
palotával, ez rohadt jó. Ez vicces. Ez poén. Úgy, radar. Újjaj! Jó, javítsuk a gépünket. Úgy. Ez nagyon kemény ez a masina, gyerekek. Ez rohadt jó, ez a lépegető. Ez így. Na erre örülök, hogy erre rátaláltam, vagy hát kipróbáltam. Mert ez iszonyat jó. De nézem a túloldalon, egy Darth Maul van. Ez annyira nem lesz egyszerű. Meg egy Boba Fett is van itt. Fú, ez brutális. Ez kegyetlen. Ezzel nagyon jól lehet fogni itt mindenkit. Ez iszonyat. Megjavítjuk magunkat. Energia. Ez megvan. Fuhuhu. Ez így. Kis lépekedő mindenkinek. Ez iszonyat jó. Oh. Na, hát... ó! Oh. Hoppá, MVP! MVP! Köszönjük szépen! Ilyen sem volt még. Az igen. Már ezért megérte ez a mai napi livestreamt.